A Rákóczi Telepi Baráti Kör idén harmadik alkalommal rendezte meg klubestjét a telepi iskolában. Ez alkalommal Leitner Ferencet, Várpalota díszpolgárát, helytörténészét, városunk fotográfusát látták vendégül, a baráti kör tagjai és az érdeklődők, hiszen Feri bácsi személyesen is kötődik ehhez a városrészhez. Mivel gyermekéveiben 1948-tól 1952-ig szinte első lakóként itt élt. Leitner Feri bácsi tulajdonképpen egy nagyon érdekes személyiség. Már 1930-ban megismerkedett a fotográfiával, Franciaországban éltek annak idején, és 1932-ben jöttek vissza ide Magyarországra, és tulajdonképpen 30-as években ő már Várpalotáról fotókat készített sorozatban. Ahogy én olvastam róla, ő akkor heti egy fényképezőgép filmet használhatott föl, egy fotográfus támogatta tevékenységében, és nagyon hasznosan csinálta ezeket a tevékenységeket. Ez a kiállításunk, illetve a bemutatónk, képes bemutatónk, DVD lejátszón, amit most be fogunk mutatni a megjelenteknek, ezek mind visszatükröződnek ebből az időből is, mint az egész városra tekintettel, mint az alsóvárosra, a Rákóczi telepre, mint magára a személyiségre, Leitner Ferencre. A klubestet Pátkai Alexandra fuvola játéka alapozta meg, majd az elnök pár szóban visszatekintett az elmúlt időszakra, melyben kiemelte, a Városszépítő és Védő Egyesület Tiszta Virágos Városért programjának keretében oklevéllel ismerte el az Egyesület gondos munkáját. A rendezvényen Leitner Feri bácsi tartotta meg előadását, melyben meghatódva emlékezett vissza élete legfontosabb pillanataira és vetített képes formában Várpalota helytörténeti eseményeire. A Kálváriáról lefelé a lejtőn, és ott kinéztünk, és hát mit láttunk meg? A inkári lakásokat, az alsóban. Anyám nézi, hogy nagyon jó helyre jöttünk, hát ez egy szép hely. Várpalota akkor is bőven elhagyom, hogy piszkos, koros, sáros kisváros volt. Ennek ellenére, ugyanakkor a parokai emberek egy nagyon jó lakú emberek voltak, őszinték, az írtak. Az öregember rászólott, hogy a gyereke egyre fiam csinál. Mi a tanítót, majd megmondom, hogy hívják a fádat. Nem lehet rászólni, ugye. A klubesten a Leitner Feri bácsi által készített 27 fotót is megtekinthették a résztvevők, melyek az 1930-as évektől napjainkig mutatják be Várpalota, az Alsóváros és a szénbányászat egykori életét.